Jó estét kívánok! Számbéve Norbert vagyok, a HM6 Történeti Intézet és Múzeum munkatársa, és a mai alkalommal a különleges körülmények közötti különleges témáról szeretnék önöknek előadást tartani, ez pedig a II. Világháború keleti hadszínteinek egy rendkívül érdekes, nem túl hosszú, de annál intenzívebb epizódja, egy olyan német alakulatnak a története, amelyről érdekes módon mind a mai napig még nem született olyan feldolgozó monografikus munka, amely beavatna minket a történések részleteibe, és az előadással olyan célom is van, hogy rávilágítsak arra, hogy a II. Világháború időszakában hogyan és miként jelentettek és bizonyították az ellenségnek okozott, illetve a saját csapatok által elszenvedett veszteséget. Ez azért nagyon fontos, mert a II. Világháborúval kapcsolatban nagyon sok legenda és mítosz mind a mai napig tartja magát. A mai alkalommal az úgynevezett béke nehéz páncélos ezred történetéről lesz szó, és ha megengedik, akkor ülve folytatnám. A hadműveleti helyzet a keleti hadszíntér déli részén a németek számára meglehetősen kedvezőtlenül alakult. Arról volt szó ugyanis, hogy az 1943. júliusában Kursz térségében megindított német Citadella hadművelet kudarca után a német haderő a keleti fronton hadműveleti és tulajdonképpen hadászati védelembe szorult, a szovjet csapatok vették át a kezdeményezést. 1943 utolsó napjaiban Kijev környékén az első ukrán front szovjet csapatai erőteljes csapást mértek a német délhadseregcsoport erőire, és a német csapatok nagyon sok helyen visszavonulásra kényszerültek. A délhadseregcsoport nem rendelkezett olyan tartalékokkal, amelyeket ennek az erőteljes szovjet támadásnak a visszaverésére folytatott volna, ezért már a keleti hadszíntéren hosszú évek óta begyakorlott módszerhez, a rögtönzéshez fordultak a németek, és kihasználták azt, hogy 1944. január elején két olyan német páncélos osztály, zászlóalj méretű alakulat volt feltöltés alatt a mai Ukrajna területén, Vinica körzetében, amely jelentős mennyiségű és korszerű harckocsikkal rendelkezett, és ezeket a harckocsikat a dél hadseregcsoport főparancsnoka, Erich von Manstein tábornagy úgy gondolta, hogy a gyorsan átcsoportosított első páncélos hadserege keretében önálló úgynevezett nehéz páncélos ezred kötelékében veti be. Igen ám, csak ez a két alakulat egyrészt egy önálló nehéz páncélos osztály volt, az 503. nehéz páncélos osztály Tiger harckocsikkal, a másik pedig egy német páncélos hadosztály, a 23. páncélos hadosztály szervezetszerű páncélos osztálya volt, a 23. páncélos ezrednek a második osztálya, amely Panther harckocsikkal volt felszerelve. Bár ez az utóbbi alakulat már viszonylag régóta, több hónapja önálló alakulatként harcolt, úgynevezett súlyponti csoportosítás volt, ahogy a nehéz páncélos osztályok is egyébként. Ezeknek a feladata az volt, hogy a német támadásoknak a súlypontjában megerősítsék a támadó csapatokat. Ahhoz azonban, hogy ebből a két alakulatból ütőképes erőt kovácsoljanak, ehhez kellett egy ezrettörzs és egy parancsnok. A választás dr. Franz Becker, abban az időszakban tartalékos orezredesi rendfokozatban szolgáló páncélos tisztre esett, aki ekkor a 6. páncélos hadosztály 11. páncélos ezredének volt a parancsnoka. Franz Beke rendkívül érdekes életutat járt be, 1898-ban született, 1915-ben önkéntesként már bevonult katonának, és az első világháborút végig is harcolta. Érdekes módon 1918. októberében az úgynevezett második Cambrai csatában már saját szemével is látott harckocsikat, amelyek ugye az első világháborúban újdonságként kerültek a hadszíntérre, és részben forradalmasították a hadviselést. Eszköztárát. Franz Beke az első világháború után fogorvosi tanulmányokat folytatott, majd diplomát szerzett, és tulajdonképpen egy rövid intermezzo után, amit a 20-as évek legelején egyfajta ilyen német szabadcsapatban töltött katonai szolgálat után, ő a fogorvosok mindennapi életét élte, és így praktizált. Egészen addig, ameddig 1933-ban
a nemzeti szocialisták hatalomra nem kerültek Németországba, és ő két hónappal a hitleri hatalomátvétel, vagy hatalomra kerülés után ő belépett az SA-ba, a Sturmabteilungba, ami ugye közvetlenül köthető a nemzeti szocialista német munkáspárthoz. Ez azért lesz nagyon fontos, mert ahogy látjuk, béke esetében a katonai tehetség és a nemzeti szocialista államhoz való viszonya egymást támogatták és segítették. Ő neki borzasztóan gyors katonai karrierje volt, anélkül, hogy előreugranék a témánkban. Ugye ő 1939-ben még mindig tartalékos tisztként, hadnagyként kezdi a II. Világháborút, a 67. páncélos osztályban szakaszparancsnok, és néhány évvel később, a II. Világháború végén 1945-ben pedig úgy fejezi be a háborút, hogy már hivatásos vezérőrnagy és egy páncélos hadosztálynak a parancsnoka. Ennek a robbanásszerű katonai karriernek a háta mögött azonban nem csak a rendkívül kiváló katonai képességei, amelyre az előadásban többször is ki fogok térni, hanem természetesen az államhoz fűződő több mint baráti viszonya is erőteljesen hozzájárult. Franz Béke tulajdonképpen a német tartalékos tisztképzés egyik sikertörténete, ugyanis, ahogy említettem, 1939-ben még tartalékos hadnagy, 1943. júliusában pedig már a német vaskereszt lovakkeresztjét is birtokolja, és 1943. júliusában a Kurszki csatában már 45 évesen saját maga egy harchelyzetből úgy menti meg nem csak magát, hanem az alakulatát is, hogy kiszáll a parancsnoki harckocsiából, egy Panzer 3-os parancsnoki harckocsiból. Ennek a parancsnoki harckocsinak annak idején fából csak lövegutánzata volt, nem volt működőképes harckocsiágyúja, így azokkal a T-34 harckocsikkal szemben, amelyekkel szembe kerültek egy éjszakai gyorsütemű előretörés közben, Béke nem tudta másképp megoldani a helyzetet, mint a segédtisztjével kiszálltak a parancsnoki harckocsiból, és közelharcban semmisítettek meg több szovjet harckocsit is. Ebből hármat maga Franz Béke. Látható itt a zubonyának a felkarján az a három felvarható jelvény, ami az egyénileg megsemmisített harckocsikért látható jelként ő kapott. Illetve ezen 1943 kora őszén készült képen már azt is láthatjuk, hogy a nyakában már nem csak a vaskereszt, hanem annak a töltfalunkból ékített változata is ott lóg, hiszen ezért az előbb említett fegyvertényen, ami jelentősen befolyásolta a németek támadását a Kurszki ívnek a déli oldalán, jelentős kitüntetésben részesült. 1944 elején azonban a 6. páncélos hadosztály 11. páncélos ezrede rendkívül kevés bevethető harckocsival rendelkezett. Ugye két osztályból állt ez a páncélos ezred. Az egyik osztály, mint ahogy ebben az időben a legtöbb német páncélos hadosztálynál, a hátországban, Németországban tartózkodott, mert ekkor az új típusú Panther harckocsik átképzése folyt, és a legtöbb alakulat nagyon hosszú ideig ott Németországban először várta ezeket a harckocsikat, majd pedig, amikor megtörtént az átfegyverzés és az átképzés, akkor újra bevetésre kerültek, vagy a keleti, vagy később, vagy a nyugati hadszintére. Azonban a 11. páncélos ezrednek az az egyetlen osztály, ami ekkor harcol az hadosztályra együtt a keleti hadszintéren, olyan kevés bevethető harckocsival rendelkezik, hogy ahhoz nem kell egy egész páncélos ezred, hanem egy páncélos ezred törzs, elég annak a páncélos osztálynak a törzse és parancsnoka, aki ezeket a harckocsikat kiválóan tudja irányítani a harcban. Ezért Franz Béke tartalékos alezredes és szűkebb törzse tulajdonképpen máshol is felhasználható tartalékba kerül, és részben a német 3. páncélos hadtest parancsnoka, Hermann Brey páncélos tábornok, részben pedig a német első páncélos hadseregnek a parancsnoka, Huber páncélos tábornok dönt úgy, hogy a 11. páncélos ezrednek a törzsét, szűkebb törzsét, Franz Becker tartalékos alezredes szűkebb törzsét alkalmazza a már korábban említett két önálló alakulatnak a vezetésére ezred kötelékben összefogva. Így alakul meg 1944. január utolsó hetében az úgynevezett béke nehéz páncélos ezred. Ennek ugye az egyik eleme a német 503. nehéz páncélos osztály,
amely 1942 végén alakul meg, akkor még vegyes szervezettel, akkor még a képen látható Tiger-e harckocsik mellett még Panzer 3 harckocsik is volt a támogató szerepkörben. 1943-ban azonban ez megváltozik, és homogén páncélos állományt kap ez a páncélos osztály típus, és minden nehéz páncélos osztályt egységesen 45 darab ilyen Tigere nehéz harckocsival szerelnek fel. Itt láthatjuk a sematikus rajzát a nehéz harckocsinak, ugye néhány szó a képességeiről. A német harckocsijájú fejlesztés egyik alapja a 8,8 cm-es légvédelmi ágyú, kissé módosított változata került ebbe a harckocsiba, de amint látható, a német harckocsi tervezésnek a korai markáns vonulatait még mindig magán viseli. 1942. szeptemberében először harcba vetett harckocsi, tehát szinte merőleges páncélzattal rendelkezik, vastag páncélzattal, de merőleges páncélzattal, és alapvetően áttörő feladatokra tervezték meg. Viszonylag lassú, az úgynevezett tűzerő, páncélvédettség és mozgékonyság erény 3-asból ő leginkább, ez a típus leginkább a tűzerőt, illetve a páncélvédettséget képviseli. A másik ilyen alakulat, amely béke alárendeltségébe kerül, a már említett 23x2-es páncélos osztály, amely Panther harckocsikra van felszerelve. A Panther harckocsik 1943. júliusában a Kurszki csatában kerültek először bevetésre, és ettől kezdve egyre több a már említett páncélos hadosztályok keretén belül átfegyverzett páncélos osztály érte el ütemezve a keleti hadszínteret, de 1944 elején összesen 9 ilyen panterekkel felszerelt osztály volt a keleti hadszíntéren, tehát ekkor még nem nevezhetjük elterjedt harckocsinak, pláne nem arab harckocsinak, de már lényeges mennyiségben harcolt a keleti hadszíntéren ez a harckocsi típus is, amelyen, mint láthatjuk, már a háborús évek tapasztalatai erősen látszanak. Ugye egyrészt itt már próbáltak az 1941 nyarán sokkot okozott szovjet T-34 formavilágára hajazó külsőt és páncélvédettséget adni ennek a harckocsinak, és ennek az lett a következménye, hogy noha a 7,5 cm-es L70 űrméret hosszúságú ágyú az tulajdonképpen új tervezésű eszköz volt, maga a harckocsi elgondolása az ugyan a T-34 mint ötletadó harckocsira vezethető vissza, de a német mérnökök a saját útjukat járták, és emiatt 1943 második felében a Panther még számos gyerekbetegséggel küzdött. 1944 legelején az általunk most tárgyalt téma időszakában a Panthereknek ezek a gyermekbetegségei már a fejlesztés és a gyártási eljárások, illetve az áttervezés kapcsán kezdtek eltűnni, és egyre megbízhatóbb harckocsivá vált. Anélkül, hogy megvizsgálnánk, hogy mégis hogyan működött rendszerként egy ilyen német harckocsi, nehéz harckocsi, hiszen tegyük hozzá, nem csak a Tiger harckocsi tekinthető nehéz harckocsinak, hanem ebben az időszakban a német dokumentumok a Panther harckocsit is nehéz harckocsiként említik, ez később változni fog, de 1944 legelején ez még így volt. Ha rátekintünk a két harckocsira, tulajdonképpen jellegét tekintve majdnem egyformának is nézhetnénk. Ami most a téma szempontjából nagyon fontos, az a kezelőszemélyzetnek az elosztása, a feladatköre, ami igen jelentősen ki fog hatni arra, hogy ez a bizonyos nehéz páncélos ezred hogyan is miként harcol az alatt, mintegy egy hónap alatt, amíg egyáltalán létezett. Ugye a harckocsi harcát a harckocsi parancsnok irányítja, mind a két harckocsiban úgynevezett parancsnoki kupola kerül felszerelésre, ez a parancsnoknak a helye, innen irányítja a harckocsinak a harcát. Hogyha itt szakasz, vagy század, vagy esetleg osztályparancsnoki harckocsiból van szó, akkor természetesen az alárendelt harckocsi harcát is támogatja. Ami nagyon fontos az az, hogy a német harckocsi parancsnokoknak a közepes és a nehéz harckocsiban semmi más feladata nincsen, mint az, hogy a harckocsinak a harcát irányítsa. Mellette
foglal helyet a töltőkezelő mind a két harckocsiban. Neki a feladata az, hogy a főfegyverzetet, a harckocsi ágyat, illetve a párhuzamosított géppuskát kiszolgálja. A parancsnok előtt és előtte is lent foglal helyet az irányzó, aki nevéből adódóan a löveget irányítja és a parancsnok utasításai alapján vezet tüzet a felismert célokra. Ezen kívül még két kezelői beosztásról kell beszélnünk, a harcjárművezetőről, amely bal oldalon elől foglal helyet mind a két harcjárműben, illetve az úgynevezett rádiós géppuska irányzóról, aki a rádiót kezeli, illetve a homlokgéppuskát is. Amit látható, a Tiger harckocsi esetében a homlokgéppuska egy ilyen gömbpasban van elhelyezve. A események idei rendszerben lévő Panterek nagy része még vagy a D, vagy pedig már az A változathoz tartozott. A D változaton nem volt a géppuskának helye, itt az A változaton láthatunk egy ilyen felnyitható hőrést, amin keresztül a géppuskát használták. Tehát ami nagyon fontos, az az, hogy a német nehéz harckocsikban minden kezelőnek megvolt a specifikus feladata, és ezt gyakorlatilag a kiképzés során készségszinten besúlykolták. Itt láthatunk egy úgynevezett ég harcalakzatot, ez egy Tiger harckocsi századnak az alakzata támadásban, elől halad egy harckocsi szakasz négy kocsival, mögötte pedig lépcsőzve két másik szakasz követi, és középen pedig a századparancsnok, illetve a századparancsnoknak a tartalék harckocsia halad. Ugyanez a harcalakzat fordítva is működik, az úgynevezett tompaék, mind a két alakzatot, harcalakzatot használták az események idején a Panther és Tiger harckocsik is. A Pantherek esetében annyi a különbség, hogy ugye ott a szakaszok öt kocsiból álltak, tehát egy picit az ég alakzat más formát vesz fel, de a tompa ég, amit itt láthatunk, a század tompa ég, az hasonlóképpen nézett ki. Kettő szakasz elől, egy szakasz hátul, középen pedig ugyanúgy a parancsnok, illetve a tartalékharckocsi. A békenehéz páncélos ezrednek a különlegessége abban rejlett, hogy mivel önálló alakulatról volt szó, nem harccsoportba illesztették, mint a keleti hadszíntéren ekkora páncélos halosztályok legtöbbét, hanem önálló ezred kötelékben vetették be, ez azt jelenti, hogy jelentős mértékben támogatásra szorult. A német haderőnek egyetlen tüzérhadosztálya volt, 18. tüzérhadosztály, amely különböző tüzérségi eszközökkel rendelkezett, ez ott egy arcvonal szakaszon harcolt a békenehéz páncélos ezreddel, és ennek a tüzérhadosztálynak egy alakulatát, egy önjáró tüzérosztályt, annak két ütegét a képen látható Hummel, illetve a képen nem látható, de az alakulatban rendszeresített Veszpe önjáró tarackokkal látták el, és ezt az önjáró tüzérosztályt béke tartalékos alezredes alárendeltségébe utalták, és ez az önjáró tüzér alakulat folyamatosan biztosította a tevékenysége során a tűztámogatást, a tüzérségi támogatást a nehéz harckocsik számára. Ugyanakkor a nehéz páncélos ezred az első bevetése alkalmával az úgynevezett baltrahaut hadművelet keretében, erre mindjárt ki fogok térni, nem rendelkezett alárendeltségében olyan gyalogsággal, amely páncélozott szállító járművekkel vagy lövészpáncélosokkal rendelkezett volna, és ellenséges tűzben a terepen is tudta volna követni a nehéz harckocsikat. Ez több esetben problémát okozott, erre is ki fogok majd röviden térni. Nézzük meg, hogy mivel álltak szemben ezek a német nehéz harckocsik 1944. január utolsó hetében. Az első ukrán front Vatutyin hadseregtábornok parancsnoksága alatt ekkor három harckocsi hadsereggel is rendelkezett. A szovjet harckocsi és gépesített csapatok alapharckocsia ekkor már a T-34 harckocsi, amit a képen is láthatunk. Ez 76 mm-es löveggel volt felfegyverezve, és már láthatjuk azt a német mintára kifejlesztett elemét a harckocsinak, hogy már itt is van parancsnoki kupola. Láthatjuk, hogy a T-34 jellegét tekintve hasonlít a német Panther harckocsira, nem véletlen, hiszen utaltam rá, hogy az ötletet a döntött páncélzatra, amely így a dőlésszögből adódóan
nagyobb effektív páncélvédelmet nyújt a becsapódó páncértől lövedékekkel szemben. Ezt a szovjet példa alapján a németek vették át, viszont a parancsnoki kupolát pedig a szovjetek vették át a németektől. Ugye a háború az nem egy statikus valami, a harcoló felek bizony nagyon sok esetben tanulnak egymástól, annak érdekében, hogy a csapataik minél hatékonyabbak legyenek. A T-34 azonban igen jelentős hátrányban volt a német nehézharckocsikkal szemben, és nem csak a tűzerejük miatt. Ugye említettem, hogy a tigereknek 8,8 cm-es, a pántereknek 7,5 cm-es L-70-es, tehát nagyon hosszú csövű harckocsi járműjük volt, a T-34-nek pedig 76 mm-es. Tehát nem csak az űrméretből adódó különbség az, ami a nehézharckocsik javára döntötte a helyzetet, hanem az, hogy a T-34-es harckocsi, mint harckocsi, tulajdonképpen harc közben félvak volt. Mit jelent ez, hogy félvak volt? A T-34 kezelő személyzete 4 főből állt. Volt ugye egy parancsnok, egy harckocsi parancsnok, ami a németeknél is. Volt egy töltőkezelő, amely ugye a párhuzamosított géppuskát és a főlöveget szolgálta ki. Volt egy harckocsi vezető, és volt egy rádiós géppuskás. Most a rádiós géppuskás igazából olyan rádiót kezelt a 44 elején rendszerbe álló T-34-esek, mint egy kétharmadánál, amely, ha beosztott harckocsi volt egy három kocsiból álló harckocsi szakaszban, akkor a három harckocsiból kettőnek a rádiója csak vevő, rádió vevő volt, tehát nem rádió adó vevő, így a kommunikáció együttas volt. A rádió adóvevővel felszerelt szakaszparancsnoki harckocsiból érkező parancsokat természetesen vették, és ennek megfelelően cselekedtek, de nem tudtak információt szolgáltatni a szakaszparancsnok felé, tehát úgynevezett együttas kommunikációra voltak kényszerítve. De volt ennél egy sokkal nagyobb probléma a T-34-es, meg ezzel a változatával, méghozzá az, hogy ugye a felsorolásból az előbb én nem véletlenül kihagytam az irányzót. Ugyanis a kettőfős T-34 toronyban nem volt hely egy harmadik kezelőnek, így az irányzónak a feladatait harc közben a harckocsi parancsnoknak kellett végeznie, ami azzal járt, hogy amikor elkezdődött a tűzharc, ráadásul a szovjet szabályzatok szerint harc közben a harckocsiknak ezeket a búvónyilásait, amelyen keresztül a küzdőteret, illetve a járművezetői állást elérték a kezelők, ezeket lezárva kellett tartani. Ami azt jelentette, hogy a harckocsi parancsnok sokkal kevesebbet látott, sokkal kevesebbet hallott, ráadásul nem is a harckocsi, vagy akár az alárendelt harckocsiknak a harcát tudta minden tehetségével irányítani, hanem az irányzó feladatot is el kellett látni, tehát tulajdonképpen a tűzharcban is aktívan részt kellett venni. Ezért mondtam én azt, hogy a T-34-esek harc közben tulajdonképpen félvakok voltak. Ezen kívül a harckocsi alkalmazásnak szovjet részről volt egy nagyon-nagyon fontos hiányossága. 1943 nyarán a Kurszki csata bebizonyította a szovjetek számára, hogy a T-34-nek ez a 76 mm-es lövegészelet változata a német harckocsik legtöbbével szemben már alul marad. Ez azt jelenti, hogy nem csak az említett két nehéz harckocsi típus, a Panther és a Tiger, de már a közepes harckocsik jelentős része, például a Panzer IV, Panzer IV-es harckocsiknak a 7,5 cm-es lövege, valamint a jelentős sikereket elérő úgynevezett rohamlövegek is a abszolút siker reményében vették föl nagyobb távolságról is a harcot a T-34-essel. Ezért a szovjetek kidolgozták azt a eljárást, hogy a saját harckocsiaikat általában lesállásban helyezték el, szakaszkötelékben, esetleg századkötelékben, ami azt jelenti, hogy az ellenség megfigyelésétől rejtve az esetleges feltételezett támadási útvonalon helyezték el ezeket a harckocsikat álcázva, vagy adott esetben toronyig beásva, és meglepetésszerű tűzmennyitással harcoltak, általában a német páncélosok harcalakzatának a szárnyaira mérve csapást, hiszen a Panther és a Tiger harckocsi is oldalról a vékonyabb páncélzata miatt sebezhető volt. A T-34-es körülbelül olyan 500 és 800 méter közötti távolságról minden további nélkül ki tudta lőni oldalról a Panthert és meg a Tigert is, főleg, hogyha úgynevezett űrméret alatti páncéltörő lövedéket használtak, amelyből azonban nem volt sok, a T-34-esek lőszer javadalmazásából mindössze
4 darab volt ilyen ürményet alatti páncéltörő lövedék, és az egész lőszerjavadalmazásnak is a T-34 esetében csak 25%-a volt páncélgránát. Ez azért volt így, mert a szovjet felfogás szerint az ellenséges harckocsik elleni harc az a tüzérség dolga, azon belül is a páncéltörő tüzérség dolga. Hogyha ennyire alárendelt szerepet játszottak a T-34 harckocsik, amely ugye utaltam rá, már alapharckocsi volt ekkor a szovjet csapatoknál, akkor a szovjetek tulajdonképpen esélytelenül álltak a keleti hadszintéren úgy, hogy már övéké volt a vadászati kezdeményezés, és egymás után nyújtották a támadó hadműveleteket az ország visszafoglalására, illetve az egyéb katonai céljaik megvalósítására. Nem egészen. Ugyanis szintén német példára a szovjetek is elkezdtek fejleszteni olyan önjáró lövegeket, amelyek korábban bevált lövegeknek a harckocsi alvázba épített változatai voltak. Ilyen volt például az SU-85, amelynek a 85 mm-es lövege a szovjet légvédelmi ámú alakult. És ott volt az úgynevezett SU-152, egy meglehetősen demonstratív monstrum, amely egy nehéz harckocsi, a kb. Nehéz harckocsi alvázára épült, és egy 152 mm-es állítalac alkotta a fő fegyverzetét. Ezek az eszközök, tehát az SU-85 és az itt látható SU-152 voltak azok az önjáró tüzéleszközök, amelyekhez a szovjetek nagy reményeket fűztek a Tiger és a Panther harckocsik elleni harcban. Egy probléma volt vele, hogy még az SU-85 még egyesített lőszert tüzelt, ami azt jelenti, hogy a lövedék, illetve a hajtótöltet még összeszerelt állapotba került a löveg csőfarába, addig az SU-152 már osztott lőszert tüzelt, ami azt jelentette, hogy a lövedéket, illetve a hajtótöltetet külön kellett betölteni, ami a töltési időt és ezáltal a tűzgyorsaságot igen jelentősen lecsökkentette. Azonban a szabályzat szerint, hogyha ezeket az eszközöket ugyanúgy, ahogy a harckocsikat lesállásból, rajtaütésszerű tűzmegnyitással alkalmazták, akkor bizony a siker reményében tudták felvenni a harcot a német Tiger és Panther harckocsikkal. A béke nehéz páncélos ezred tűzkeressége 1944. január 24-én jött el, amikor is a németek megnyitották az úgynevezett Waltraut hadműveletet. Ennek az volt a tényleges célja, hogy a már korábban említett első ukrán front 38. hadserege Vinnicától délre mélyen betört a német vonalak mögé, és az volt a németek elképzelése, hogy nyugati és keleti irányú páncélos előretöréssel lecsípik ezt az előretörést, és az itt harcoló szovjet 38. hadsereget bekerítik. Ennek a végrehajtására a 46. páncélos hadtestet jelölték ki. Igen, ám csak ennek a páncélos hadtestnek a támadás megindulása pillanatában egyetlen egy páncélos hadosztálya nem volt. Gyalog és vadász hadosztályok alkották, illetve a békenehéz páncélos ezred, valamint volt egy ígéret, hogy az első SS páncélos hadosztály a támadás megindulása után majd be fog érkezni, és a siker kihasználásában részt fog venni. A Waltraut hadművelet tulajdonképpen egy olyan rögtönzés volt a németek részéről, amellyel 1944 folyamán még nagyon sokszor fogunk találkozni. A fő terv az volt, hogy a 46. páncélos hadtestnek a támadásával szemben a keleti irányból a 3. páncélos hadtestnek a 16. páncélos hadosztálya indul meg, és Oratov településnél attól délnyugatra Oratov vasútállomásánál találkoznak. Ez volt a hadműveleti cél, hogy a béke nehéz páncélos ezred nyugati irányból minél előbb elérje ezt a vasútállomást. Ha ez sikerül, akkor az innen délre harcoló szovjet csapatokat a német páncélosok bekerítik. A január 24-én meginduló támadás, német támadás jelentős szovjet ellenállásba ütközik. A szovjet 38. hadseregnek a részei igen hevesen ellenállnak, és két település, Bila, illetve Blitzkoje fémjelzi azokat a súlyos harcokat, amelyben végül is a németeknek sikerül áttörni, és ezekben a harcokban a Tiger és Panther harckocsik alapvetően a német gyalogságot támogatják, majd a nap végén egy kisebb hitfőt is létre tudnak hozni a Bila nevű patakon, és ott pedig elindítják a minél gyorsabb támadásukat nyugat felé, ugye Oratov vasútállomása felé. A Blitzkoje környéki harcokban a szovjetek már bevetik a 31. harckocsi hadtestüket, ami az első harckocsi hadtestnek
egy hadteste, de nem úgy, ahogy korábban utaltam rá, tehát hogy lesállásokba bevárnák a német páncélosokat és azoknak az oldalpáncélzatára nyitnának tüzet, hanem úgynevezett ellenlökéseket hajtanak végre, nyílt összecsapásban mérik össze az erejüket a német nehéz páncélosokkal, amelyeknek a tűzereje az irányzó tárcső optikája és a már említett kezelőszemélyzeti feladatelosztás mellett több más előnye is van. Ilyen például az, hogy amíg a szovjetek parancsorientált harcvezetést alkalmaztak, ami azt jelenti, hogy akár a harckocsi szakasz parancsnok is bezárólag minden beosztott parancsnok megkapta a feladatokat a legrészletesebben kidolgozva, és gyakorlatilag a saját kezdeményezésnek szinte semmiféle mozgásteret nem hagytak az előjárók, addig a németek a feladatorientált harcvezetési felfogásoknak köszönhetően az alapfeladatokat határozták meg, például azt békealezredes számára, hogy mennyi idő alatt és mit kell elérnie Oratov vasútállomását, de hogy azt hogyan oldja meg, azt tulajdonképpen rábízták. Ennek a két vezetési filozófia összecsapásának lett az a következménye, hogy a haditechnikai szempontból, a harcvezetési szempontból előnyt élvező német páncélos erők, ezenből is a Beke nehéz páncélos ezred, igen jelentős veszteségeket okozott a szovjet harckocsi csapatoknak, amelyeket ugye a szabályzattól részben eltérően öncélúan az eredeti helyzet visszaállítására hazalló módon vetettek be. Ezen a képen egyébként látható, hogy ez a T-34-es harckocsi, mondjuk mint a 100. harckocsi dandár egyik harckocsia, látjuk a többször emlegetett kupolát is, rajta parancsnoki kupolát. Itt látható annak a páncélgránátnak a bejöneti nyílása, amely ezt a harckocsit megsemmisítette. Ezen a vázlaton láthatjuk azt a útvonalat, amelyet a Beke nehéz páncélos ezer végül is bejárt. 25-én megindulnának ők a kapott feladatnak megfelelően Oratov vasútállomása felé, de mivel a német gyalogság Zozov és Zozovka térségében elakad, ezért gyakorlatilag visszarendelik őket újra keleti irányba, hogy itt segítsenek felszámolni a szovjet ellenállást. Ezt követően újra megindulnak a kapott feladatnak megfelelően, és érdekes módon 27-én csatlakozik hozzájuk az első SS páncélos hadosztály, ugyanabból az irányból egyébként, ahonnan jött a Beke nehéz páncélos ezred is. Azonban semmi nem tökéletes, és például a németeknek a harcvezetésére is jellemző az, hogy bizony a kapkodás néha-néha előfordult, így például január 27-én, amikor a két kötelék találkozik, tehát a Beke nehéz páncélos ezred, illetve az első SS páncélos hadosztály, akkor egy SS Panther harckocsi tévedésből az egyik tigerét kilövi a nehéz páncélos ezrednek, amely később egyébként végleges veszteség is lesz. Miután ezt a affért tisztázták, egy újabb érdekes dolog történik. Ebben az időszakban rendkívül nehéz az utánpótlás eljuttatása a német páncélosokhoz. Egyrészt, mert azok viszonylag gyors ütemben támadnak, másrészt azért, mert a szovjetek ellenállása nem csökkent, tehát kisebb katonokban is tovább harcolnak itt a Waltrap hadművelet területén, és ezért légi ellátásra kényszerülnek a németek. Január 25-én nagyon érdekes dolog történik, a Beke nehéz páncélos ezred várja a légi ellátást, ugye légi úton dobnának le nekik ejtőernyővel lőszert és üzemanyagot, viszont az első SS páncélos hadosztály is beérkezik, és hát a rendkívül ambiciózus vezetésük úgy gondolja, hogy az az utolérő utánpótlás, ami jön a páncélosoknak, mivel hasonló harckocsikkal vannak ők is felszerelve, az jó lesz nekik, és akkor majd köszönjük szépen, ők mennek tovább a 16. páncélos hadosztályra való találkozásra, Oratov vasútállomása felé. Ezt Beke törzse úgy oldja meg, hogy fölveszi a kapcsolatot az érkező repülőkötelékkel, megad nekik egy teljesen más ledugási helyszínt, amiről az SS csapatok nem tudnak. Az SS csapatokat addig lekötik egy megbeszéléssel, a új helyszínen ledobott üzemanyaggal és lőszerrel feltöltik a Beke nehéz páncélos ezrednek a harckocsijai, és ezután közlik a kész helyzetet az SS csapatokkal, hogy akkor ők köszönik szépen, indulnának a feladat végrehajtásra. Az SS-ek nagyot néznek, de katonaszerencsét kívánnak Béke alezredesnek, és innentől kezdve folytathatja a feladat végrehajtását a nehéz páncélos ezred. Érdekes módon január 27-én, miután ez megtörténik, a szovjetek még kétségbe esettebb elhatározással úgy döntenek, hogy nem csak az első harckocsi hadseregük jelentős részét, hanem a fővezérségi, tulajdonképpen a szovjet
főparancsnokság főhadiszállása tartalékában lévő második harckocsi hadsereget is, tehát ez nem csak hadrend számában, hanem egyébként is ez már a második harckocsi hadsereg lesz, amit bevetnek a Beken Air Expansion ezred ellen. Bevetik tartalékból azért, hogy elvágják a dél-keleti irányba gyorsütemben elvetörő német páncélosok útját. Ennek megint tragikus következményei lesznek a szovjetekre nézve, hiszen megint nyílt össze a csapásban, többé-kevésbé sík területen csapnak össze a fölényben lévő, nem létszám fölényben, alapvetően haditechnikai és harcvezetési fölényben lévő német nehéz páncélosokkal. Ennek megint az lesz a következménye, hogy a harcteret bizony elborítja a kilőtt szovjet harckocsik és környáró lövegeknek a füstölgő vagy teljesen roncsávált harcjárművei. A január 28-án sikerül felvenni Oratov vasútállomásnál a kapcsolatot a 16. páncélos hadosztály, ezzel tulajdonképpen a Beken Air páncélos ezred formailag teljesítette a hadműveleti feladatát, beterítették a szovjet csapatokat, amely szovjet csapatok azonban nagyon bátran harcolnak a bekerítésben, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kitörjenek. Ezt kívülről északi irányból a szovjetek is támogatni szeretnék, és a 109. harckocsi dandárjukkal egy rendkívül szerencsétlen vállalkozásba kezdenek. Oratov vasútállomását próbálják elfoglalni, hogy azon keresztül a déli irányból támadó bekerített szovjet csapatok ki tudjanak törni az ő irányokba. Igen ám, csak a kettő között ott van a Beke nehéz páncélos ezred Tímur és Panther osztálya, amelynek egy viszonylag széles arcvonalszakaszt kell fedeznie, Szinírna Szovhoz és a vasútállomás között járóznak folyamatosan a Panther és Tiger harckocsik. Ennek az lesz a következménye, hogy a félig már sötétben megindított támadást a németek teljesen szétverik, és igen jelentős veszteséget okoznak ismét a szovjet csapatoknak. Tehát megint azt szeretném hangsúlyozni, hogy túl az objektív haditechnikai hátrányon, amiben a T-34 harckocsi nyilvánvalóan volt ebben az időszakban, a szovjetek a harcvezetés hibáival tovább tetézik ezt a hátrányt, és a igen súlyos veszteségeik mögött leginkább ezeket a hibás döntéseket kereshetjük. És még egy apróság, Béke nehéz páncélos ezredde tulajdonképpen nem marad meg a passzív védelemnél, hanem ahogy említettem, ugye ez a rugalmas feladatorientált harcvezetés lehetővé teszi azt, hogy Beke úgy dönt, hogy ő másnap, január 30-án megtámadja a visszavonuló 109. harckocsi dandárt, és itt azt láthatjuk, hogy Oratov vasútállomásától összesen 16 Panther és Tiger harckocsi két harcrendben támad, és itt nem látjuk a vázlaton, de nagyjából ebben a körzetben voltak a teljes biztosítás nélkül nyugvó 109. harckocsi dandárnak az erői, amelyeket a németek meglepnek, és teljes mértékben igen súlyos veszteséget okozva rajtaütésszerűen megsemmisítenek. Ez a vázlat azt mutatja, hogy összesen egy szovjet páncéltörő tüzérezred volt észnél, amely két harckocsit ki is tudott lőni a németek részéről, az egyik Tiger egyébként az ki is égett, végleges veszteség is lett. Itt néhány életkép tulajdonképpen a Waltraut hadművelet vége felé. Láthatjuk, hogy a terep viszonylag sík, a harckocsik úgy német, mint szovjet részről alapvetően fehérre vannak mázolva, álcázási okokból, ez ugye nagyon jól rejti őket ezen a behavazott tájon. Itt látható az, hogy ez a fotó, ez nem az 530 nehéz páncélos osztálynak a tigereit mutatja, de nagyon jó jellegfotó. Itt látható az, hogy sok esetben a németek is arra kényszerültek, mivel nem voltak lövészpáncélosaik ott a helyszínen, hogy a nehéz harckocsikra felkapaszkodjanak a támogató gyalogosok. Támogató gyalogságból egyébként a Waltraut hadművelet idején érdekes módon a Beke nehéz páncélos ezred egy hegyi vadász zászlóaljat kapott a 4. hegyi hadosztály állományából, de ugye ilyen körülmények között viszonylag kis számú katonát tudtak magukkal vinni, ami viszont a kitörésből erőteljesen támadó szovjet lövészgyalogsággal szemben hát hátrányt jelentett a németek számára, a nehéz harckocsik tűzereje ezt nem mindig tudta ellensúlyozni. Itt látható a Panther harckocsiknak egy csoportja. És ez pedig a Waltraut hadműveletnek az esemény jelentése, amelyet, és itt ezt szeretném hangsúlyozni, kénytelen, kelletlen, én tételesen a szovjet alakulatoknak, illetve különböző vezetési szinteknek a korabeli hadműveleti dokumentumaiban leellenőriztem. Tehát azt tudom mondani, hogy ezek a német jelentésekben megjelenő számok
a szovjet levéltári anyagban szinte pontosan, majdnem tételesen darabról-darabra ellenőrizhető. Láthatjuk, hogy hatalmas a különbség az okozott és az elszenvedett veszteség között. 267 igazolt kilövéssel rendelkezik a Beke nehézpáncélos ezred, ez alatt az egy hét alatt tulajdonképpen, ami alatt a 66 hadműveletet végrehajtotta és utána még egy-két napig biztosított. 156 különböző löveg, páncéltrivágyos tüzérségű löveg, 112 tehergépkocsi, 1200 megszámlált szovjet hősialot, 1600 becsült szovjet hősialot és 150 ejtett hadifogója. Ezzel szemben a nehézpáncélos ezred 4 halottat veszített, ebből ketten egyébként baleset áldozatai lettek, mert egy javításon lévő Tiger szanszéjjel lapított egy személygépkocsit, amiben ketten meghaltak. És azt hiszem 10 vagy 12 sebesült volt, ebben a források nem egyeznek meg. Viszont ha a végleges páncélos veszteséget nézzük, akkor ugye azért látunk ott egy, illetve három Tigert, mert az eredeti arcjelentésben egy Tiger szerepel és 4 Panther, mert ezek semmisültek meg harc közben. Ugye említettem már a tévedésből a saját erők által kilőtt Tiger, és volt 2 másik Tiger is, amely megsérült, és nem tudták elvontatni a harcok miatt a németek, ezért fel kellett robbantani, így összesen tehát látható, hogy ha a saját harckocsi által okozott veszteséget nem számítjuk, akkor 3 Tiger és 4 Panther volt a szovjet fegyvereknek az eredménye. Itt látható egy felbontás a 267 harckocsi megoszlása között. Ugye itt indult a támadás január 24, ez a január 25-i eredmény, ez a január 26-i eredmény, ez a január 27-i eredmény. Amikor említettem, hogy igen jelentős veszteségeket szenvednek ismételten a szovjetek a hibás harceljárásaik miatt, ez pedig a biztosítás, illetve a Beke által kezdeményezett megelőző csapásnak az eredménye. A 38. hadsereg szovjet részről igen jelentős veszteségeket szenvedett. A január 24-én mintegy 62.000 fős hadsereg látható, hogy közel az egy harmadát elveszítette, halottakban, sebesültekben és eltűntekben. Tehát a Waltraudt hadművelet ilyen szempontból sikeresnek tekinthető, de győzelemnek talán nem nevezhetnénk, én inkább úgy fogalmaznék, hogy egyfajta eredményes kárenyhítő akció volt ahhoz képest, amit ennek elmaradása esetén az első ukrán front műveletett volna a dél hadseregcsoport hátában. A másik hadművelet, amelyben a nehézpáncélos ezredet alkalmazták, az úgynevezett Vanda hadművelet, ez szorosan összefügg az úgynevezett korszúnyi katonnal. A korszúnyi katon úgy alakult ki, hogy Adolf Hitler nem engedte, hogy a Dnyeper vonaláról a német csapatok visszavonuljanak, és ott mindenképpen hídfőt akart megtartani. Ezt a fajta makacságot használták ki a szovjetek arra, hogy az első és a második ukrán front erői ezeket a német csapatokat elvágták a főerőtől, méghozzá úgy, hogy az első ukrán front részéről a 6. harckocsi hadsereg, a második ukrán front részéről pedig az 5. gárda harckocsi hadsereg, mintegy harapó fogóként egymás felé támadva Zvenigorodkánál egyesülve január 28-án bekerítette a német csapatokat. Természetesen akkor erőt kerítettek be, amelyről a németek nem akartak és nem is tudtak lemondani, ezért azonnal megkezdődött, még a Waltraudt hadművelet után rögtön a új hadművelet kidolgozása, amely a Vanda fedőnevet kapta. Érdekes módon a keleti hadszíntér 44-es történetében nagyon sok a női névvel fémjelzett hadműveleti fedőnév. Ennek az okát egyelőre nem tudom, de nagyon sok ilyen női névvel látták el a hadműveletek fedőnevét. A Vanda hadművelet alapvetően 2 szakaszt osztható. Az első szakasz az úgynevezett sárgagonyázás időszaka. Február 4-én indul meg a támadás. A szovjet 6. harckocsi hadseregnek a védelme ellen, amit ekkor megerősítettek egy lövészhadtesttel is, azzal a céllal, hogy a Gniloj-Tikics folyón hídfőt alkossanak, és egy viszonylag széles átkarolással nem csak hogy felmentsék a bekerített német 11. és 42. hadtestet, amely ekkor már az úgynevezett Stemmermann csoport néven harcol ebben a bekerítésben, a korszúnyi katlanban, hanem ezzel az átkarolással igen jelentős szovjet erőket is el akarnak vágni.
Ez azonban nem sikerül, február 9-ére megreked ez a támadás, a szovjetek semmit nem kímélve újabb és többek között újabb harckocsi hadseregek részei beállítva egyfajta ilyen félkörívben úgynevezett páncélos reteszállást hoznak létre számos harckocsiból, és tulajdonképpen harckocsit és önjáró löveget adnak időért, azzal, hogy a német páncélosok ezeket leküzdik, és fokról fokra a rendkívül rossz terepviszonyok között beáll az olvadás. Most már nem csak az utánpótlás nehéz, a támadás is. Borzasztó a sár. Vannak olyan feljegyzések, hogy a harckocsikat támogató páncélgránátosok sok esetben inkább leveszik a csizmájukat, mert beleragad a sárba és nem tudnak mozogni. Tehát iszonyatos körülmények vannak, amely egyébként a szovjeteket legalább annyira sújtják. A legtöbb tartalékból beérkező szovjet harckocsi alakulat például azt jelenti, hogy a harckocsiai 30-40, akár 50%-a is bizony, T-34-esről beszélünk, bizony elakad a sárban. A támadásnak az irányát tehát meg kellett változtatni, ez úgy változik, hogy egy kicsit délkeletebbre viszik át a támadásnak a súlypontját, és február 11-én Frankovka irányába támadnak a németek, és az az alapvető célkitűzés, hogy Izsinci irányába próbálják megközelíteni a bekerítettek és áttörni hozzájuk. Mi lesz ebből a valóság? Az lesz a valóság, hogy ebben az irányban a Dasukovka nevezetű falunál a szovjetek igen jelentős védelmet építenek ki. Egy lövészhadosztály védi gyakorlatilag itt az arcvonalat, megerősítve egy szovjet harckocsi dandárral és két önjáró tüzérezreddel. És itt ezeket az erőket már lesállásban helyezik el. Február 12-én a nehézpáncélos ezred részei megpróbálják áttörni itt a védelmet, és nagyon csúfos kudarcot vallanak, gyakorlatilag három kivételével az összes német páncélos kilövik a szovjet önjárművek és harckocsik, valamint páncéltörő ágyuk. Ez tehát kudarc volt, de a németek nagyon gyorsan tanultak a saját kudarcukból, és másnap, február 13-án, itt a vázlat, amelyet használtam tévesen a 12-ére datálva, alkalmazzák azt, amiben a legjobbak, ez pedig az összfegyvernemi, sőt összhaderőnemi harc. Arról szólt ez a dolog, hogy miután észlelték, hogy itt rendkívül jelentős a szovjet páncélhárítás, a német légierővel együttműködve azt az eljárást dolgozták ki, hogy a Tiger harckocsik felvonultak úgynevezett vonalazatban, elkezdték lőni a szovjet védelmet, a Panther harckocsik pedig, részben egyébként a 16. páncélos hadosztálynak az erői, mert azt nagyon fontos elmondani, hogy míg a Waltraut hadműveletben gyakorlatilag a nehéz páncélos ezred önálló alakulatként harcolt, a Vanda hadműveletben már először a 17., majd a 16. páncélos hadosztály alárendeltségében gyakorlatilag páncélzott harccsoportként harcolt. Az első, tehát a február 4-e és 9-e közötti meddő szakaszban volt a 17. páncélos hadosztály alárendeltségében az ezred, és 11-től pedig a 16. páncélos hadosztálynak az alárendeltségében. Tehát azért láthatjuk, hogy a 16. páncélos hadosztálynak az erői is részt vesznek ebben az átkaroló műveletben. Ami a lényeg az az, hogy a német nehéz harckocsik sem tudtak volna érvényesülni, például a német légierőnek a támogatása nélkül csatarepülő gépek, Fokker 190-esek, illetve zónabombázó repülőgépek, U-87D, illetve U-87G2 páncélvadász repülőgépek támadták meg ezt a rendkívül jelentős szovjet csoportosítást, és segítettek ennek az áttörésében, amely nagyon súlyos harcokban, néhány órás harccal sikerült is, és tulajdonképpen ekkor már a nehéz páncélos ezred megindulhatott a tényleges hadműveleti cél felé. Itt megint néhány életkép, láthatjuk a 530. nehéz páncélos osztály második századának a parancsnoki harckocsiját, ugye ez a toronyszámból derül ki, első szám mindig a századé, a második szám az mindig a szakaszé lenne, de itt parancsnoki harckocsiról van szó, tehát itt 2-0-át látunk. Itt a Panther osztály készülődik éppen támadásra, itt már meg is indultak a szakaszok oszlop alakzatban, itt látható, hogy vegyes a harcrendjük, tehát Panther harckocsikat és Tiger harckocsikat egyaránt látunk a képen, közösen, a legtöbb esetben közösen hajtották végig a harcfeladatot, itt pedig azt láthatjuk egy Pantherből fényképezve, hogy egy szovjet harcjármű ég, amiből ebben az időszakban meglehetősen sokat lehetett volna így fényképezni.
Ez egy kevésbé jó minőségű fotó, de rendkívül érdekes, ez gyakorlatilag a Vanda hadműveletnek a csúcspontját jelenti, 1944. február 15-e, 16-a és 17-e. Az úgynevezett liszjankai ütközet, ami azt takarta, hogy a nehézpáncélos ezred elakadt gyakorlatilag február 15-én, és az első páncélos hadosztály, amely szintén ugyanebben az irányba támadott, Liszjankát elfoglalva előnyösebb helyzetbe került, és a német rugalmas harcvezetés úgy döntött, hogy abban a pillanatban áthelyezik a súlypontot az első páncélos hadosztályra. Ezen a képen azt látjuk, hogy a Liszjankától északkeleten lévő úgynevezett Oktyábú házcsoport vagy településen helységharcban harcolnak az első páncélos ezrednek a panterei, és itt két kilőtt szovjet T-34-est láthatunk. Február 15-én a nehéz páncélos ezrednek a maradéka, amely még bevethető páncélosokat jelentett, csatlakozott az első páncélos hadosztályhoz, és továbbiakban annak alárendeltségében harcolt azért, hogy a bekerítésben lévő németeknek kiharcolja a gyakorlatilag a szabadsághoz vezető utat. Ezen a február 18-i vázlaton azt láthatjuk, ezen be is tudom mutatni a nehéz páncélos ezrednek az útját. Gyakorlatilag ebben az irányban Dasukovka, Csesznovka és Vizsinci irányába indultak el a nehéz páncélosok, de nem sikerült elérni a céljukat, ezért egy huszáros mozdulattal Liszjankához fordultak, egyesültek az első páncélos osztály erőivel, és így indultak meg ebben az irányba, ahol a saját csapatokat sejtették. Február 16-án este megindult a kitörés, azonban a német páncélosoknak nem sikerült elérni a saját erőket, hanem azok, értesülve a páncélosok közelségéről, elindultak a kitörésre. Itt látható az utolsó három még bevethető Piger harckocsi a béke nehéz páncélos ezredből, amely a legközelebb volt a katlanhoz, és a kitörők részben ezen harckocsik érintésével érték el Liszjankát, majd később a német vonalak mögé kerültek. Ugyanakkor a szovjetek itt jelentős erőket vontak össze, harckocsikat, páncéltörő tüzérséget, sorozatvető tüzérséget, egyéb más erőket, amelyek olyan erőt fejtettek ki a kitörőkre, hogy pánik keletkezett több esetben, és ezért nagyon sokan ebben az irányban folytatták a kitörést, és olyan helyen érték el a német harcvonalat, ahol a németek eredeti erőket nem is várták. Ennek ellenére a Vanda hadművelet olyan szempontból sikeres volt, hogy a bekerített mintegy 59 ezer német katonai és német szolgálatban lévő keleti segédszolgálatos közül körülbelül 40 ezer érte el valamilyen formában, 35 ezer ezek közül a saját lábukon, és körülbelül 4 ezer pedig légi úton, sebesültként vagy egészségesként elérte végül is a saját erőket. Tehát a szovjetek által beharangozott második Sztálingrád a Korszúnyi katlanban nem valósult meg, ez többek között a béke nehézpáncélos ezrednek az érdeme volt. Itt láthatók azok a képek, amik már kitörés után készültek az arcvonal mögött. Itt is láthatunk egy Panther harckocsit, amely biztosítja ezt az ellátó helyet, ahol itt a kitörők élelmet kaptak, egészségügyi ellátáshoz jutottak, illetve hátrairányították őket. Ezen a képen a 520. nehézpáncélos osztály egy harcban megsérült harckocsiját láthatjuk. Amiért ezt a képet szeretném bemutatni, az igazából ez. Ez egy úgynevezett űrmérő alatti páncéltörő lövedéknek a becsapódási helye, de még ez sem ütötte át szemből a Tiger harckocsinak a homlokpáncélzatát. Tehát elmondhatjuk azt, hogy szemből mind a Panther, mind pedig a Tiger ebben az időszakban konkrétan sebezhetetlennek bizonyult, de oldalról és hátulról semmiképpen. Ami nagyon fontos az az, hogy a 43. júliusi Kurszki csatával kezdődő időszak, amelyet a jobb hiány úgy nevezek, hogy a német nagymacskák aranykora, hiszen a már említett technikai, haditechnikai fölény, illetve a szovjet harcvezetésnek a hiányosságai együttesen egy olyan időszakot eredményeztek, amikor nagyon minimális saját veszteség mellett kiugróan magas volt a nehéz harckocsik által okozott veszteség. Ennek 44. februárjában vége szakad, egyrészt új harcjármű típusok jelennek meg a szovjet oldalon, többek között az IS harckocsi, amelynek egy korábbi változatát a 85 mm-es löveggel szerelt nehéz harckocsikat éppen nehéz páncélos ezred ellen Liszjanka körzetében vetik be először a szovjetek. Emellett például új űrméretű alatti páncéltörő lövedéket is sorozatgyártásba tesznek, és ennek az lesz a következménye, hogy megmarad ez a fajta
ez a fajta német fölény, de ez a fölény egyre kisebb. A háború végéig kitart ugyan, de ez a német háború végi veresége már nem tudja megakadályozni. 44. február 20-a után a szovjetek egy ellenoffenzívával kezdenek, de a németek nem is tartják az elért területet, hanem miután a Katlanból kiszabadították a bajtársaikat, fokozatosan a Dnilojtikics folyótól délre vonulnak vissza, a szovjetek pedig erős és gyors ütemben vonulnak előre, és gyakorlatilag mindenre lőnek, ami az úton vagy a terepen található. Itt látható az a statisztika, amely a Vanda hadműveletnek a német páncélos veszteségét mutatja, 156 harckocsi, illetve rohamlöveg semmisült meg. Ebből láthatjuk a nehéz páncélos ezrednek az adatait, 7 Tiger és 25 Panther. Ez nem teljesen így van, mert kiderült, hogy a harcokban megsérült harckocsiknak egy jelentős részét az 500-kalanyag nehéz páncélos osztálynál szintén végleges veszteségként le kell írni. Tehát azt láthatjuk, hogy itt a Vanda hadművelet területén ezek a fekete keresztek bizony 1-től 1-ig megsemmisült német páncélosok. Ha rátennénk a megsemmisült szovjet páncélosoknak a jeleit is, akkor szinte a keresztektől nem láthatnánk magát a térképet. A nehéz páncélos ezred számokban összesítve látható, hogy rendkívül impozáns, hiszen a Pantherek 117 igazolt kilövéssel szemben összesen 29 végleges veszteséget szenvedtek, a Tigerek pedig 384, legalább 380 igazolt kilövés mellett pedig 22 végleges veszteséget szenvedtek, nagyjából 10 az egy arányú a végleges veszteség, illetve az okozott vesztesége a nehéz páncélos ezrednek. Magát a nehéz páncélos ezret egyébként a február utolsó hetében feloszlatják, a két alakulat visszatér korábbi státuszába, önállóan alkalmazzák mind a két osztályt még egy darabig. Itt láthatók azok a képek, amik már február végi, március elejé, gyakorlatilag amiről beszéltem, a sérült harckocsik jelentős részét a sárgát nem tudják elrontani, inkább a németek felrobbantják őket. És még egy magyar vonatkozás a végére. A képen a német tiszt, az Walter Scherf, ekkor már százados, a nehéz páncélos ezred idején még csak főhadnagy volt. Ő volt az a parancsnok, aki tulajdonképpen azt a utolsó Tiger csoportot a kitörés előtt parancsnokolta, meg is kapta érte a német vaskereszt lovakeresztjét, és századossal léptették elő. És az ő százada, az 530 nehéz páncélos osztály harmadik százada volt az, amely 1944 májusában a Magyar Királyi Honvédség harmadik harckocsi ezredének első és második századát éppen Tiger harckocsikra képezte át. Ez a kép 44 májusában a galiciai Nadvorna mellett készült, és ez a magyar tiszt nem más, mint Tarcai Ervin főhadnagy, aki az egyik Tiger századnak lett a parancsnoka, és később tulajdonképpen egyfajta magyar páncélos ászként szolgálta végig a háborút a 45 márciusi hősi haláláig. A sapkáján látható az 503-asoknak a jelvénye, amelyet ajándékba kaphatott az átképzés során. Franz Békéről még néhány szót. A nehéz páncélos ezred feloszlatása után meg visszatér a 14. páncélos ezredhez, majd 1944 nyarán egy új alakulat típus, a 106. páncélos zsandár parancsnokságát veszi át, és a nyugati fronton harcol alapvetően. Érdekes módon 1944 végén újra felterjesztik őt, ja, a lényeg ugye, hogy a Vanda hadműveletért megkapja a kardok ékítményt is, és a nyugati hadszintéren 44 második felében vívott harcokban pedig a páncélos dandárja élén kiérdemli a gyémántokat is, de érdekes módon ugye, mivel ő SZA állományban van, ahogy említettem, Sturmabteilung állományban van, a rivális SS birodalmi vezetője, Heinrich Himmler, ekkor a béke előjáró hadseregcsoport parancsnoka, és a beérkező feltett, kitüntetési felterjesztést egyszerűen mellőzi, nem továbbítja, így ezt a magas kitüntetést béke nem azért nem kapta meg, mert nem érdemelte ki, hanem azért, mert az SS köveiből ezt tulajdonképpen megtorpedozták. A háború végén Magyarországon is harcolt, a Felfenále 2 13. páncélos osztály átszervezésével létrehozott Felfenále 2 páncélos osztálynak volt a parancsnoka, és a 1945 májusában pedig szövetséges hadifogságba került, ahol viszonylag rövid hadifogság után elengedték, és ő a háború után a fogorvosi pályáját folytatta. Nagyon érdekes, hogy vele kapcsolatban megjegyezték azt, hogy több mint 500 beletést hajtott végre, ez így ebben a formában nem igaz,
de az ő katonai szolgálatával, illetve a nehéz páncélos ezred történetének részleteivel én hamarosan egy könyvben fogok foglalkozni, illetve már foglalkoztam is, ez hamarosan meg fog jelenni 2021 tavasz végén, május vége környékén. Ebben minden olyanról olvashatnak, amit én most itt elmondtam, sőt még sok minden másról is. Én itt meg szeretném köszönni a figyelmet, és ha esetleg a előadás alatt érkeztek kérdések, akkor arra szeretnék válaszolni. Igen, azt mondja, egy kérdés érkezett, honnan ismerhető fel, hogy űrmenet alatti lőszer volt a találat lenyomatáról? Hát ha visszamegyünk arra a képre, akkor ezt szívesen megmutatom. Honnan lehet tudni, hogy ha megnézzük a becsapódást, akkor ez gyakorlatilag az űrmérete annak a bizonyos páncéltörő lövedéknek, és véleményem szerint ebben az esetben egy szovjet 57 mm-es páncéltörő lövedékről van szó, amelynek a kemény fém magja a űrméretes becsapódás után még egy sokkal kisebb űrméretű bemaradást, néhány centiméter bemaradást okozott a homlokpáncélzaton. Gyakorlatilag azt sem zárhatjuk ki egyébként, hogy ez 76 mm-es űrméret alatti páncéltörő lövedék volt, hiszen ahogy említettem, úgy a T-34, mint például a szovjet 76 mm-es hadosztályágyuk, amelyeket páncéltörő lövedékben alkalmaztak, is rendelkeztek ezekkel az űrmenet alatti páncéltörő lövedékekkel, de ezek ebben az időszakban szemből általános harctávolságon, tehát 500 méternél messzebbről nem tudták átütni a Tiger homlok páncélzatát. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és nagyon remélem, hogy ez a rendkívül furcsa helyzet, amelyet a járvány okoz, nem akadályozott meg senkit abban, hogy ezekkel a megítélésem szerint érdekes tényekkel megismerkedjék. Köszönöm szépen a figyelmet!